Lajos kutya és a szúnyog. Lajos kutya a forró nyári napokon különösen is szeretett ebéd után szundítani egyet az árnyas diófa alatt. Volt, hogy egészen addig lustálkodott, míg már a nap is eltűnt a szomszédház mögött. Csendes pihenőjét egyik délután hívatlan vendég zavarta meg. Hasított élesen Lajos kutya fülébe egy vékony hang. Óvatosan kinyitotta a jobb szemét, de sehol nem látott semmit, ami zümmöghetne. Hangzott újra a másik oldalról, mire Lajos kutya most a bal szemét nyitotta ki, de még mindig nem látta, honnan jön a hang. Harmadszorra már mindkét szeme egyszerre pattant ki, mivel érezte, hogy a zümmögő betolakodó éppen az orrának a hegyén vert tábort. Mire mancsával odakapott, hogy elhesegesse, a szemtelen szúnyog, mert az volt, belecsípett Lajos kutya orrába. A csípéstől a kiskutya éhtelen haragra gerjedt, és tovaröppenő zümmű után eredt, azzal a szándékkal, hogyha utoléri, egy életre elveszi a kedvét a békésen szundikálók csípkedésétől. Lajos kutya a szúnyogot egészen a konyha ablakáig üldözte, ott azonban megtorpant. Még jól emlékezett, mit kapott legutóbb, amikor engedély nélkül ment be a konyhába. Pedig akkor, jól nevelt ebhez méltón, az ajtón keresztül ugrott be némi frissen főtt virslért. Egy szempillantás múlva aztán eszébe jutott, hogy a gazdáinak védelme minden szabálynál előrébb való. Bátran felszökkent hát a konyhaablak alatti hatalmas kővázára, onnan pedig akár egy igazi szuperhős a berepülő gazfickó után vetette magát. A lendület egészen a konyha asztalig repítette, mivel ott már vacsorához volt terítve. Lajos kutya salátástál kellős közepén landolt, és tovább csúszva magával rántotta a teljes terítéket. A hős kutya hátra se nézett, bátor tekintetét a pult felett álló szúnyogra szegezte, ugrott is utána a székre, onnan fel a pultra, ahol három üveg frissen befőzött barackflekvárt és egy nagy csupor mézet döntött fel. A megrepett üvegekből és a mézes csuporból a finomságok lassan, de biztosan csurogtak le egészen a linoleum padlóig. A komiszki Zümi ebből persze semmit sem látott, már rég kiröppent a konyhából az előszobán állt előbb a gyerekszobába, majd a szülői hálóba, onnan pedig apa dolgozó szobájába. Lajos kutya egy pillanatra sem tévesztette szem elől, és fáradhatatlanul üldözte. A hajsza nyomában pedig mindenhol hullottak a játékok, könyvek, ágy mellett felejtett bögrék és íróasztalon hagyott papírkupacok. Végül a nappaliba jutottak, ahol a szúnyog a zongora mellett a kínai vázába tett friss virágokon pihent meg, hogy kicsit kifújja magát. Lajos kutya ekkor új haditervet eszelt ki, vadászkutya módjára megállt és lassú lépésekkel közelített a váza felé, hangtalanul. Amikor már elég közel volt, nekirugaszkodott, és Bonifác macskát is megszégyenítő ugrással vette célba a szúnyogot. A Zümi a ráugró fenavadat még épp az utolsó pillanatban észrevette, és ilyetében úgy lőtt ki a nyitott ablakon, pszt, mint egy rakéta. Lajos kutya azonban már nem tudott lefékezni a levegőbe, előre tartott mancsokkal landolt a kínai váza tetején, ami a becsapódástól felborult és nagy robajjal ribigyára törött. A hatalmas csörömpölésre az egész család berohant a teraszról, ahol éppen vacsoráztak. Apa rögtön megértette, hogy Lajos kutya nem betolakodó, hanem egy hős, aki épp félelmetes rovarinváziótól mentette meg a családot. Így aztán egy cseppet sem haragudott meg Lajos kutyára az összetört vázáért, a szerte szétheverő könyvekért és a konyhapadlón kialakult lekváros mézes pocsolyáért. A családtagjai egymás után gratuláltak, sőt, végül azt is megszavazták, hogy Lajos kutya hősies helytállásáért tábornoki kitüntetést kapjon, ahhoz méltó bánásmóddal és örökös belépővel a kolbászokkal teli kamrába. A kitüntetési ceremónia után Lajos kutyát az asztal főre ültették, nagy szelet sonkával és frissen sült hurkával kínálták. Két fogás között pedig újra és újra kérlelték, mesélje el, hogyan szabadította meg a házukat az óriási szúnyogtól. Az már csak hab volt a tortán, hogy felkínálták, aznap éjszaka apa és anya hatalmas ágyában csak is ő aludjon egyedül, hogy kipihenhesse az értük vívott csata fáradalmait. Lajos kutya boldog mosolyal az arcán aludt,
A következő pillanatban azonban megszólalt az este 6 órai harangszó, mire mindkét szemét kinyitotta a diófa alatt. Még jó, hogy így tett, mert éppen egy komisz szúnyog készült megcsípni, éppen az orra hegyén. Lajos kutya szórakozottan oda csapott, majd úgy döntött, még pihen egy picit az esti sétája előtt. Itt a vége, Pusser Véle.